Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben fölépett egy ember. Az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot. A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt, ki vagy te? Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta, nem én vagyok a Messiás. Ezért megkérdezték tőle, hát akkor talán Illés vagy? Nem vagyok, felelte. A próféta vagy? Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki, akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról? Ezt felelte. A pusztában kiáltó hangja vagyok. Egyengessétek az Úr útját, amint Izaiás próféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték. Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt. Én csak vízzel keresztelek, de köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, és akinek még a saru szíját sem vagyok méltó megoldani. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt. Ezek az evangélium igéi. Azt hiszem, kedves testvérek, hogy a mai napra rendelt evangéliumi szakaszban elhangzik egy nagyon izgalmas, egy rendkívül időszerű kérdés. Tulajdonképpen mindenkor, minden embere számára, akár mi magunk is feltehetnénk magunknak időről időre, nem lenne nagy gond, ha megtalálnánk rá a saját hangunkon a saját válaszainkat, és bizony időről időre nekünk is szegezi a világ ezt a kérdést, akár közösségként, akár egyénileg. Ugyanazzal a kérdéssel állunk szemben, amit a zsidók által küldött papok és leviták tesznek fel Jánosnak, aki számukra egy döbbenetesen bizarr jelenség. Ki vagy te? És azt hiszem, hogy erre a kérdésre nem is mindig akarjuk megkeresni a választ. Sokszor kellemetlen. Nem mindig azzal akarunk találkozni, akik valójában vagyunk. Sokkal inkább törekszünk arra, hogy olyannak mutassuk magunkat, amilyennek a külvilág elvár, amilyennek látszanunk kell, vagy éppen amilyennek szeretnénk mutatni magunkat, de azzal a valódi érték leltárral, azokkal a kincsekkel, amiket az Isten személyre szólóan minden egyes embernek ajándékozott, amit a teremtettségünktől fogva hordozunk magunkban, azzal nem akarunk találkozni. Általában mindig valami más kell, olyan nehezen tudunk eljutni az elégedettség, a szív elégedettségének az állapotába, hogy valóban azzal nézzünk szembe, akik vagyunk, hogy abból építkezzünk, amink van, hogy azt fejlesszük, amit az Isten nekünk adott, és nem mindig sóhajtozva valami másé, után nyújtsuk ki a kezünket. Ki vagy te? Nagyon bonyolult, én azt hiszem, a kérdés. A válaszok sokszor végtelenül egyszerűek, és talán éppen ezért találunk olyan nehezen rájuk. Mert nem lehet mellé beszélni. Mert nem lehet elodázni. Mert nem lehet körülírni az erre a kérdésre adott választ. Itt nem lehetnek talánok, és nem lehetnek esetlegek, ezelől nem tudunk kitérni. Vannak az életnek olyan határhelyzetei, amikor igenis találkoznunk kell e kérdés valóságával. Találkoznunk kell azzal a válasszal, amit erre a kérdésre adnunk kell. Hogy kik is vagyunk közösségben, akár egy-egy plébánia, maga a kereszténység. Kik vagyunk mi? Át tud-e rajtunk ragyogni az Isten? Megszólal-e a mi hangunkban Krisztus hangja? A mi kezeinkkel vajon a megváltó simogat-e?
Vajon a mi életünk csendes, szelíd csodáiban megnyilvánul-e az Isten ember szerető jósága? És olyan érdekes, azonnal találgatásokba bocsátkoznak ezek a papok és leviták. Talán te vagy a messiás, talán Illés vagy, talán a próféta vagy. És Jánosnak a döbbenetes népszerűsége ellenére, hiszen éppen tálcán kínálják fel a lehetőséget, hogy ezt akár még meg is lovagolja, van bátorsága azt mondani, hogy nem. Egyik sem vagyok, és egy olyan választ ad, a pusztába kiáltó hangja vagyok. És azonnal idézi a prófétát, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. János válasza egyértelműen azt sugallja, hogy nem vagyok fontos, hogy nem biztos, hogy azt kell megmondanom most, ebben a pillanatban, hogy ki vagyok, de azt mindenképpen tudnom kell, hogy kit hozok el hozzátok. Hogy a szavaimban, a tetteimben, a jó cselekedeteimben ki látszik, ki ragyog át, ki jelenik meg, kinek az arca kell, hogy átsugározzon rajtunk. Hogy bizony, bár döbbenetesen fontos erre a kérdésre a jó választ megtalálnunk, de talán a saját egyéniségünk hangsúlyozásán túl a legfontosabb az az, hogy Krisztoforoszok vagyunk. Krisztus hordozók vagyunk. Őt kell elvinnünk a mindennapjainkba. Őt kell elvinnünk a szürke hétköznapok valóságába, a munkahelyre, a boltba, a postára, a baráti beszélgetésekbe, az iskolába. Nem tudjuk levetkezni. Nem tudjuk letenni, mert ez nem teher, valahol tőlünk szétválaszthatatlan valóság. És így én azt hiszem, hogy akkor, amikor most talán van időnk, akkor, amikor az adventi csendes órák magányában néha el tudunk nézelődni, el tudunk gondolkodni az élet dolgain, néha önmagunkon is, néha, még ha még oly kényelmetlen is, akkor talán az egyik legfontosabb, az pontosan ez kell, hogy legyen, hogy Krisztus hordozók vagyunk. Az ő örömét kell sugároznunk, az ő derűjét kell elvinnünk ebbe a világba, hogy karácsony ünnepe felé közeledve, azaz állítólagosan a szeretet ünnepe, az tudja beragyogni az összes többi, meglehetősen hétköznapibb, csendesebb társát is.